belülről finanszíroztuk az adósságot, hogy a közteherviselést azt igazságosabbá, méltányosabbá tettük, és mégis sikeresen túléltük a válságot. Ha megnézzük, akkor sikeres volt, a forint nem dőlt össze, a kamatok rekord alacsony szinten vannak, a külföldi befektetők 1000 milliárdosával vásárolják az állampapírt. Magyarország bizony jó pályán mozog. Az államadósságot azt minden erejével próbálja csökkenteni, a költségvetési hiány 2004 óta először 3% alatt van. Szóval az történt, bevallom, hogy én általában olvasok, megy a Olga műsor, és néha felnézek, ha valami megüti a fülemet. Ez történt tegnap előtt is, hogy mondom, mi van? És ott volt Balca György, akire én úgy emlékeztem az ING vezető elemzője, és egyszerűen döbbenten hallgattam, aztán másnap felhívtam az Olgát, mondom, mi történt, vagy egyáltalán nem is értettem az egészet. Hát azt mondja, ő már a század végnél van. Ja, mondom, hát így már értem. Illetve itt sem egészen értem, de valami döbbenet. Papírból, kottából fölmondja ez a fiú, és az jutott eszembe, hogy amikor 1986-ban Csernobil volt, és én hírszerkesztő voltam, és vasárnapi ebédnél mondtam az apámnak, hogy felrobbant egy atomerőmű, ez Ukrajnában van, Skandináviában érzékelték, mi már lehallgattuk a BBC-t, mindent tudunk, erre az apám letette a kanat, azt mondta, hogy érdekes az, hogy én a Kossuthot hallgatom, amit teszek, ezt szólt, erről nem volt szó. Hát mondom, azért nem volt szó, mert ezt nem lehet még elmondani, majd ha TASZ kiadja, majd akkor elmondjuk. És akkor az apám azt mondta, te mondd fiam, te nem szégyeled magad? Most nem tudom, ennek a Balca Györgynek van-e, vannak apja, nyilván. Apja. Van-e apja, meg hozzátartozó rokon barát, aki megkezdődik, te mondd, te nem szégyeled magad? Figyelj, Henrik, azért szerintem ennél egy kicsit bonyolultabb a dolog, mert hogy a minap jöttem, autóztam, és hallgattam Rácz Margitot, aki nem váltott helyet, mert a Tudományos Akadémia, nem tudom most megmondani, Közgazdaságtudományi Intézet elemzője. Nagyon sokszor lehet őt a Klubrádióban hallani szakértőként, és arról beszélt reggel, hogy az, hogy Magyarország a túlzott deficit eljárás alól kikerül, ez egy olyan eredmény, amit igenis számba kell venni, persze, és tudomásul kell venni, hogy ezt akkor, amikor körülöttünk Európában a költségvetésekkel, hogyan bánnak és milyen trendek vannak. Tehát én azt gondolnám, most függetlenül attól, hogy Barca úr helyzetet váltott-e, és most éppen a század végtől egy kicsit olyan, mint hogyha más akusztikával mondaná azt, amit elemzőként, elemzőként máshogy mondott, de az, hogy attól szerintem nem leszünk hiteltelenebbek, hogyha tudomásul veszük azt, hogy ebben az unortodox gazdaságpolitikában vannak olyan elemek, amik bejöttek, és amelyekre, hogy mondjam, csak jogosan büszkék, tehát hogy ezeket a részeket, én ezt a Rácz Margitnak elhiszem, mert én nem értek hozzá, viszont hallottam sorozatban beszélni. Én is hallgattam Rácz Margitot, csak itt nem először a történet. A történet arról szól, amit Zdeborszky György, a neves bankár tegnap, ugyancsak Kolmán Olgánál elmondott, hogy amit Balca György mondta, hogy 10 000 forintért vásárolták a magyar polgárok az eurókötvényt, ami egyébként euró, de átszerint a 10 000. 3 év alatt 1500 forintot keresnek rajta, és az milyen jó. Csak nem vette figyelembe a forint árfolyamot, az inflációt, meg többet, és akkor ez Zdeborszky nagyon finom azt mondta, ő sem emlékszem. Nem azt mondta, hogy nevetséges, vagy nem tudom, de valahogy így. Na mindegy. Jó, általános diadalmenetet nyilván nem lehet abból faragni, mint ami nálunk eddig történt. De az, hogy vannak elemei ennek, amelyek bejöttek, attól meg senki sem lesz gyengébb, hogyha elismerik. Azért mégis Vekeli Tamás, hadd kérdezzem már meg, hogy megy ez a vásárlás? Tehát most úgy értem, hogy a századvég milliárdos nagyságrenddel van kitömve, és bárkit megvehet? Vagy ez hogy szokott lenni a világban? Hát erről egyrészt fogalmam sincs, mivel nem ezeken a területeken mozgok. Hát de mégis egy pszichológus, hogy látja? Annyira öreg vagyok, hogy éltem az 50-es években is, és hogy ott mindig ugyanezeket hallottam. Tehát, hogy sikereink vannak, a vas és acél országa, stb. Minden a legnagyobb rendben volt, miközben az imperializmus és a kapitalizmus halódott. Ugye budapesti vicc, szép halál,
magamnak kívánom, ilyeneket mondtak az emberek. Tehát ezeket én már hallottam. De hol változott meg sokszor a fényes szelek nemzedéke? Na, most beszélgetem egy barátommal, akinek az a dolga, hogy a közigazgatás különböző szintjei, minisztériumi emberekkel, önkormányzatokat tárgyaljon, közép és magas szinten. És azt mondja, hogy alapvetően nem buta, hanem érdeklődő fiatal garnitúrája van a Fidesznek az államigazgatásban, akik nagyon törekvőek, nagyon egyformák, nagyon elhivatottak, nagyon felkészületlenek még egyenlőre, de nagyon összetartanak. És aztán ez 56-ban a fényes szelek megtört, ugye? És akkor nagyon sokan átkerültek a túlsó oldalra. Most a jelenlegi garnitúrától mire lehet számítani? Hát én csak azt mondom, hogy ugye Lengyelországban Tusk és köre lehasadt a rettenetes Kaczyński rendszerről, amely nekünk most éppen ideálunk így államilag. Mire azt mondja egy barátom nekem, hogy mikor azt mondom, hogy hát nincs annyi konzervatív, liberális vagy nem liberális jobboldali, aki Tuskként lehasad, mire azt mondják, hogy hát gondold meg, Lengyelországnak emigráns kormánya volt a második világháború alatt, és lengyel hadtest harcolt az angol hadseregben. Nekünk ilyenünk nem volt. Tehát ő náluk van, aki lehasad, mert ezt meg tudják oldani, és ehhez hagyományaik vannak. Nem tudom, hogy ez így van, nem így van. Nekem nagyon sok barátom van jobb és baloldalon, és konzervatívok és liberálisok, és vannak konzervatív liberálisok is. Én azt látom, hogy igenis nagyon sokan alaposan csalódtak, de még ott vannak. Még mindig ott vannak, nem lehet kiszállni sok okból, kölcsönök és egyebek, nem akarok drasztikusabb hasonlatot mondani, minél fogva vannak, megragadva, és moccadni nem tudnak. Ez van pillanatnyilag, de most visszatérve még egy pillanatra Rácz Margitra, hogy azért Rácz Margit azt mindig hozzá szokta tenni, hogy persze, hogy gazdaság nem működik, nincs beruházás, akkor ott nincs fenntartható fejlődés. Nem akartam szegény Rácz Margitot gyanúba keverni, tehát hogy szögezzük le, nem letette a voksát az Orbán kormány gazdaságpolitikája mellett általában, hanem konkrétan azt mondta, hogy a költségvetés, a hiánycsökkentés az a része a dolognak bejött. Bejönni látszik, még nem lett a kilingelő. De milyen áron? Európában volt egy ország és egy vezető, aki nullára törlesztette az államadóságot. Ki volt ez? Ceausescu. Na most akkor volt az a vicc, utolsó vicc, amit elmondok máma, hogy Kolozsvárról, hogy hogyan fűtenek a kolozsvári kórházakban, kitakarják a lázas betegeket. Tehát ez nem egy igazi perspektíva. Jó. Röviden még Lovasz Zoli, és aztán... Ez a Barca dologra ugye van az a pénz, ezt szokták mondani, és ez egy gyalázat. Tehát elmondani ezt egy adott napon azzal, amikor két sorscsapás ér minket, az egyik ez a moszkvai ügy, a másik meg az EON-nak a megvásárlása, ami mind a kettő hosszú távon hát atombombaszerűen pusztító hatása lesz. Tehát ez ami agyrém, és ez nagyon jól tükrözi ezt a kettős helyzetet, hogy van egyszer egy konstruált valóság, ahol elmondják ezek a csillivili emberek, hogy minden szép, minden jó, és egyes elemek működnek, és akkor van az igazi valóság, ami ennek majd a levét, hát majd a jövőben meg fogjuk inni. Színházi ember. Nem szeretik olyan témában véleményemet, mert nem vagyok kompetens, én csak annyival árnyalnám esetleg a képet, hogy azért azt lehet látni, ez nem kizárólag ennek a kormányzatnak volt a kompetencia. Tehát ez egy olyan kérdéskör, ez a túlzott deficit eljárás, ami már jóval az Orbán kormány előre visszanyúlik. A Barca jelenségről beszélünk. Igen, akkor egy fiatal, jó arcú ember egyszer csak kottából felolvas, az azért az annyira fájdalmas, még a kívülállónak. Ezeket azért lehetett mondani korábbról is. Én szerintem az igazán nagy probléma az, és hogyha most azt nézem, hogy mondjuk, hogy nem erre a konkrét kormányzatra tekintek, hanem mondjuk egy ilyen legalább évtizedes távlatra, hogy gyakorlatilag az egyetlen megoldás arra, hogy kikerünk ezzel az eljárás alól, egy olyan megoldást tudok csak erre hozni, ami nem fenntartható, ami nyilvánvalóan nem szolgálja az ország érdekeit hosszú távon. De mégis ez volt az egyetlen. De mégis ez, hát nagyjából egy ilyen megoldással tudtak kerülni, és mégis ez volt az egyetlen
egyetlen, amit fel tudott mutatni a politikai elit az elmúlt évtizedben, ami mégis megoldást adott arra, hogy az EU ezt az eljárás megszüntesse velünk szemben. Tehát szerintem igazából ez a nagy tanulság ennek. Ez biztos, tehát azért... És ez se biztos, és ráadásul itt vagyunk január végén, és a költségvetésben már 300 milliárd jebár ugrott, és nem tudjuk, hogy hol fogunk tartani az év végén. Tehát ezek súlyos kérdések, de mégis azt lehet látni, hogy ámblok a politikai elit nem tudott igazából ezzel a kérdéskörrel eddig mit kezdeni. A Fidesznek most volt egy megoldási javaslat, ami látszólag egy pillanatra a vízfelszín fölött tart minket, de meglátjuk, hogy hol fogunk tartani az év végén. Azt mondom, igazából azzal kellene szembenéznünk, hogy hol van az a szakértelem, ami képes lenne minket egyébként nem a vízfelszín fölött tartani, hanem stabilan mondjuk tényleg egy ilyen gyors úszásban előre vinni a jövő tengerei felé. Egy fontos cél van, senki ne szóljon bele abba, ami itt történik. A túlzott deficit eljárás folytonos beleszólást tesz lehetővé. Ez a probléma az IMF-fel is egyébként. Tehát azt csinálok, amit akarok. Ez a dolog lényege. És ez minden áldozatot megér. Egy, kettő, hogy vásárolják az értékpapírokat, hát nem értek a dologhoz megint csak, de én úgy tudom, hogy a világban 0,1 és 1 között mozognak a papírokra fizetett kamatok. Ha na mi 5-öt adunk... Így lehet felvenni hitelt, majd lehet 5-5,5%-os kamatozású magyar állampapírt venni. Hát ennél jobb buli egy nagy befektetőnek nem is létezik. Hát idén is vagy 130 milliárddal többet fizetünk kamat teljesítés miatt. Na jó. Nézzük a második filmet.